Sziasztok, üdvözletem mindenkinek, Blackvonom ők, és ez itt a Heroes 5. Ez egy örök klasszikus játék, és úgy gondoltam, hogy ezt fogom kitolni, mert ki ne ismerné szinte ezt a játékot. Ugye a Heroes egy ilyen fantasy játék, egy körökre osztott stratégia játék. Nekem az 5 a nagy kedvencem, de ugye a 4 is, meg a 6 is az igen jó. Ugye ez már 12 éves ez a játék, úgyhogy már nem mai darab, úgyhogy el kell nézni a grafikát. Odaássuk is, hát normántól, mert hősies, meg a nehéz az túlságosan nehéz nekem legalábbis. Akkor kezdjük is az emberek küldetésével. A királynő. A démonok inváziója szörnyű hír a Griff Birodalom lakói számára. A lovagjai csatába vezető Nikolaj király esküvője elhalasztására kényszerült. A Whitecliff nyári palotájának biztonságában várakozó Isabella őrnő szomorú fejleményekről értesül. Hát ugye arról új kezdődött most ez a 5. rész, hogy az Isabella királynőt megszakítják a Nikolájjal, mert hogy éppen esküvőt tartanak. És akkor látszik már meg is a harcot. Egy kis részletet kapok a harcról. Ugye egy csatában az nyer, akinek a egységei jába maradnak. Most éppen egy jó csatát láthatunk az emberek és démonok oldaláról. Ugye mindenkinek van ilyen saját vezére. Ugye a démonoknál az a nagy bádog ember. Egy szokkubusz. Ide megpörkölte ezeket. Itt a jó kis démon. De ugye mindegyik egységnek megvan különleges képessége. De ezt majd így videóról videóra elmesélem, hogy melyik egység mit tud. A démonok állnak jól. Most az angyal használta a feltámadás képességét. A fejlesztett egy egységet. Ez ilyen nagy tereti sebzés, ami elpusztítja az összes élőlényt. Szinte. Ami nem démon. Ezzel meg a démonokat. De kiegyenített az állás. De az ember megnyerte, mert ott volt a Griffin. Hát ez szomorú ügy, démon barátom. A felbontásért, hogy bocsánat, de csak így tudtam megoldani. Nem lett nagyobbra sajnos. You've been acting a bit oddly, Beatrice. Are you feeling well? Isabella. Me? Oh, well, I'm homesick, I suppose. Feszült vagyok, kis unatkozom. Feeling edgy and bored. It may be boring. From Godric. But at least it is far from the war. Not for long. Another messenger arrived this morning. The demons have taken Hardwick and Thornham. Either we go to war, or war comes to us. Any news of Nikolai? He's fine. But, milady, he's young and unsure of himself. He's too embarrassed to ask for help. I know he forbade us to leave. And we shall obey him. Young or not, he is the king. You were ordered here, and I was ordered to protect you. It's quite simple. Godric, Mickey Sherry. But the Empire is in peril. Shouldn't we do something? De. Why was Nikolai so opposed to asking the elves and the mages for help? Or the dwarves? The elves have been slow to recover from the last war.
The mages? Blasphemers led by Cyrus, a man with delusions of godhood. Besides, Nikolai hasn't forgotten that Alaron and Cyrus came back alive from the War of the Eclipse, but his own father did not. Hmm. Still, if he were here, he might command us differently. Perhaps, if it really is that bad. Two more towns, Godric. Ez mi volt ez a How bad hang. Must it be? Vasszonya. Please, Godric, though you do not like him, take word to Archmage Cyrus. Their magic would be of great help against the demons. There is wisdom in what you say, but that's Cyrus and the king's orders. For the Empire, Godric, which is greater than any Érted, one úgy beszélgetnek, hogy nem mozog a szájuk. Én papofával, hát... As you wish, milady. Na most, na. Ez van. What about us? Shall we take word to the elves? You should. You have the wisdom to negotiate with Alaron, and are practiced in the art of diplomacy. As for me, I've always felt more comfortable in a camp than at court. But we could go together. Me? Go to Irulan? Beatrice, I'm surprised at you. At the Abbey, you were so overprotective. Hmm. You'll stay here, then? Not at all. I shall raise a militia. That is more suitable to my talents. That's too dangerous. I shall be surrounded by soldiers in the heart of the Griffin Empire. Safer than anywhere else, I think. As my queen commands. Go quickly. You will find me somewhere between here and the battlefield. To war! To war. To war. Nos. Hát ugye elküldte Godricot is, vagy a Beatrice-et, hogy talán szövetségeseket. Nos. Akkor ugye... Ó. Az egér beállításon azért... Sem kell valamit. Tökéletes. Nos, hát ugye Isabellával vagyunk, és akkor gondolom végig kell menni a pályán. Hát ugye a text, a grafika meg a textúra most nem valami gyönyörű, de tökéletesen megfelel ahhoz képest a 12 éves Hold World. Ugye annyi mozgáspontunk van, amennyi ott a zöld. Van alapból egy fegyvernököm, egy gyalogosom. Hmm. Mindenkinek van ilyen háttere, ez csak van ilyen specializációm. Hűbérő van, a hős napi 250 aját fizet a kincstának. A hős 200%-a olcsóban képeszik a fiatalokat. Na, hát napontok akkor ez a különleges képesség napontól a 250-et fizet a kincstának. Hát szerintem akkor 250-et kapok én naponta. Hét paraszt akar csatlakozni ezzel. Hát akkor csatlakozzon nyugodtan. Ugye itt ebben a játékban így mozogni kell, legyőzni az ellenfeleket, nyersanyagot szerezni. Jelenleg ugye semmi nyersanyagom nincs. Jó van, már tippeket itt adja. Így is akkor ez a kör vége, mert elfért a mozgáspontom. És ilyenkor rá kell nyomni a homokúrára. Ha lenne ellenfelem, akkor most az ő köre jönne. És találtam is egy kis pénzt.
mondjuk megnézem erre fele mi van. Itt erre fele már nem tudok menni. Úgyhogy megyek erre. És vannak ilyen rojtos lobogó, megnevel a szerencsét és a morált következő csata előtt. Valamint extra mozgáspontot kapunk, szóval jó, hogyha ezeket én meglátogatom. Három gyalogos. Hát, hogyha csatlakozni akar, akkor jelennék nem elfogadni. Egy szép kis farm. Annyira lenyűgöző, hogy így az ilyen részletességre mennyire odafigyeltek. Következő kör, ugye... Jó, úgy van, hogy egy hét, hét napból áll. Ugye most tartok a negyedik napnál, hogyha a véget ér a hét, akkor meg újra jönnek ezekbe az épületekbe a parasztok. És vannak ilyen különös épületek is, ahol 10 gyalogost tudok venni, 900 pénzért. Most van pénzem, szóval veszek egyet. Még több paraszt. Még itt van egy kis fa is. Hát de jelenleg a fa, meg az arany. A fát azt nem tudom elhasználni jelenleg, mert nincsenek városaim, nem tudok építkezni. De az aranyat még igen. Na mi lesz? Nem látunk itt szíves. What do you mean by this disobedience? They say the war goes badly, milady. We hear that the demons are killing everything and eating the dead. Milyen gyáva köcsögök. Cowards! The Griffin Empire shall emerge victorious! Akkor várjuk le azokat a gyáva férgeket. We're staying here! Now get off our land! Hát biztos nem fog elvenni. You will fulfill your oaths to your lord, even if you must do it in chains. Take them! Várjuk le ezeket a lázadó parasztokat. Ugye itt mutatja alul, hogy... ki jön. Most ugye az én katonám jön. Gyalogos. Aztán a paraszt. Aztán a fegyvernököm. Aztán Isabella. És aztán a paraszt. És így megy tovább. Ugyanolyan sorrendben. Ugye a gyalogosnak van ilyen képessége, hogy pajzsaütés, ami azt tudja, hogy így, hogy ha támadok egyet, majd meg is mutatom, akkor, hogyha az betalál, akkor nem üt vissza. De ugye úgy van, hogy ha harcolsz valakivel, akkor hát a hősömnek most jelenleg nincsen képessége, de tudom használni az ilyen alaptámadását, most kettőt csevesztem bele. Ezzel inkább nem akarok támadni, hanem védekező pozícióba megyek. Na, foly az a... Ugye itt van, hogy megölök 10-et, de vissza is támad. De hát, ha megölök 10-et, akkor már nem fog visszatámadni. Hát ez most nem baj, pajzsütés. Győzedelmeskedtem is az első harcba. 52 tapasztalati pontot kaptam. Levertük a lázadó parasztokat. Na, ennek van esze is, csatlakozik. Kell csatlakozna drágalátos Isabella úrnőhöz. Gyújts össze 100 parasztot. Ez a küldetésem. Na ez csak szélmalom. Kisebb mennyiségű vetlenszög nyersanyagot biztosít hetente egyszer.
Hát ez most ércet adott. Én nézem erre mi van. A hölcsök hete. Az csak az felfoglázott. És fellázott. Szemétdög. Ezek már így külön vannak. Külön csoportokban. Hát most inkább kiadjak egy kört, mert majd ők fognak közel jönni hozzám. És majd akkor támadok. Néha jobb a védekezés, mint a támadás, mert itt pont nem ér el. Nincs annyi mozgása. Ugye a zöld terület jelzi, hogy hova tudok mozogni. Hát támadok ezzel, mert most miért ne. Most se találd a pajzsit is. Kaptam egy morált, azaz hogy hamarabb kezd. Ezt a parasztot le is verjük. Hát az. Fel is szúrtam. Parasztocskát. Már csak négy van így hátra. Viszlát. Ügyes lázadó parasztok. Hey! Ezt érdemlitek. Csak erre van valami. Még több lázadó paraszt. Hát persze. Ezek kevesebben vannak. Ugye az a különleges, a fura, hogy egy paraszt, meg regruta. Ugye a paraszt fejlesztése lesz a regruta, a gyalogos fejlesztése, meg a fegyvernök. Támadjatok, szarháziak. Ezt fel is szúrtam. Ki is feküdt a vires parasztja. Na ez volt a pajzsütés. Ugye ez azért jó, mert hogyha pajzsra támadok, akkor nem támad vissza, hogyha esetleg túlélnék. Még több paraszt, ez a beszéd. Na, ennek van esze, hogy hozzám csatlakozik. Mi az? Fertőző zombi. Verjük le azokat a zombikat is. Ezek már keményebbek azért, mint a parasztok. Jobban bírják a sebzést. Meg ugye ezek sokkal lassabbak, meg nagyobbat ütnek. A zombikkal vigyázni kell. Inkább vérek ezek eleinte. Megvárom, míg oda jönnek hozzám. És akkor... az a baj, így visszatámad. De hát muszáj megtámadni. Na hát egy paraszton meghalt, de hát ez így megéri. Ó, pajzsal támadott, azaz nem itt vissza. Ez a tökéletes. Akkor már ezt a zombit meg is ölöm. Három paraszton meghalt, hát most nem nagy vész az. És akkor következő kör. A zombik őrizték ezeket a fertőzött aranyokat, vagy nem tudom. Mert kell zombiknak arany, hogy őrizzék.
lassan véget ér ez a hét is. Csak ezt mondjuk így ideállítom. Isabella most keveset ez a gyalogosba. Ezek itt talán nem fognak elérni még. Ezt a fegyverneköt inkább hátrébb küldöm, mert az az egy meghal. Akkor ugye vége is. Ezt fel is szúrom a vasvillára. A baj ugye, hogy van ilyen bőszítés képessége a fegyvernököknek, meg a gyalogosnak is. Az, hogyha meghal egy egység, akkor így erősebbet sebeznek. Hiszem ez a képessége így. Akkor ezt ki is végzik. El a beszéd. Na, szintet léptem. Akkor ilyenkor ugye választani kell, hogy mit szeretnék. Hát az alapvédekezés jó, mert ugye csökkenti a sérülést. Ugye a lényeimnek. Azt általában minden hősre érdemes kiszedni. Galmu és Isabella az inkább harcra képezett. Hát, ja, ugye üldözhetem, és akkor több XP-t kapok értük, azt hiszem, nem tudom. De én nem akarom üldözni őket. Minek? Ez mi? Megnöveli a szerencsédet a következő csata előtt. Az jó. Kaptam plusz egy szerencsét. Ott van még egy arany. Itt is van gyalogos. Ez is kimer állni. Ó, jó döntés, haver. Mindjárt véget ér a hét, szóval oda megyek és vásárolok még több gyalogost. Mint ugye újra jönnek. A galamb hete. Még több arany. Hát elnézek erre fel, ami van itt. Nem, hogy ki merre állni ellenem. Na. Van esze. És inkább csatlakozik. Tudja, hogy ki a menő. Nem érdemes packázni velem. Csak erre is van valami. Semmi. Hát jó, eljöttem ide, de azért megnéztem, hogy mi van. Annyira tetszik amúgy, hogy így annyira hangulatos a térkép is. A zene is közben. Inkább ezért szerettem ezt az ötöt. Meg majd a város is. Az is gyönyörű. Csak oda dobom a fegyvernökömet, hogy ne halljam meg. Na most erősebbet támadott ugye Isabella, mert ahogy fejlődik egy hős, annál nagyobbakat üt, jobbat tud varázsolni. Gyertek, büdös zombik! Itt is kétfajta zombi van. Van ez a fertőző zombi.
Ugye ez a másik szintje, és a sima az a... az csak a sima zombi. De ugye a fertőző zombiak az a különös képessége, hogyha valakit megüt, akkor az kap egy ilyen kis átkot. Ugye ők, nekik is vannak ilyen képesség, hogy felbőszült, azaz erősebben üt. Ugyanúgy, mint a fegyvernöknek. De meg is halt. Méghozzá egy pajzsütéssel. Na, ez jó. Hát ugye én a tapasztalatot preferálom. Lásd csak. A csatlakozni kívánzó lények toborzásra esélye megnő, költsége csökken. Az nem rossz. Hát nem tudom. Na a diplomácia, mert jó lesz az majd, hogyha esetleg így nagyobb az esélye, hogyha ellenséget találkozok, akkor nem fog harcba keveredni velem. Na inkább csatlakozik. Például most ez is. És akkor törjünk át ezen a kapun. És akkor véget ér az az első küldetés is. Csak mondjuk így helyezem fel. Ó, csomó paraszt meg fegyvernek. Na ez nagy harc lesz. De esnek inkább várok, hogy odaérnek hozzám. Na, és akkor támadhatjuk is, akkor megtámadom mondjuk ezt a parasztot. Vagyis milíciát, rekrutát. De meg is hal a paraszt. Viszlát, feküdjél. Csak hogy én meg akkor mondjuk ezzel ezt. El is meghalt. Most már csak a fegyvernökkel kell vigyázni, mert még mindig 25 van belőle. Így. Sokat sebez ez a fegyvernök. Meg ugye úgy van, hogy ha egyszer összetámadtál egy egységgel, másodszorra már nem lehet. Igaz, van különleges egységek, még bármennyiszer össze tudnak támadni. Így. És meg is nyertem a csatát. Hurrá! Csak fejlett védekezés. Legyen ez mondjuk, hogy ez. De egy fejlett védekezés jó az. Meg is van a helyőrség. That should be enough troops, I think. But if I don't lead them myself, they'll desert along the way. I'll be with you soon, Nikolai. Nikolai! Riven Eternal! Szép kis kard. Küldetés teljesített.
Na, ilyen fogom folytatni a következő részben. Remélem, hogy tetszett nektek. És akkor majd a következő részben fogom folytatni. Akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, vagy iratkozom fel. És folytatom a következő illetéssel. Addig is, sziasztok!